Bőle a 16-oson belül, Bőle középre, Pap ellőheti, nem zavarja senki, és be is megy a labda! 3-2 a 70. percben! Pap Kristóf a felső lécről bepattan a labda, 3-2, újra vezet a Paks. És ne felejtsük azt sem, hogy ember előnyben játszik a Tolna megyei együttes. A negyedik gólját szerzi Pap. Itt ezt tisztázzák, még felszabadítanak a ferencvárosiak, de teljesen tisztán pattan oda Pap elé a labda. Egyet állít rajta, és megpattan egy ferencvárosi még, így aztán tényleg semmi esélye nem volt Dibusznak.